Jó napot kívánok, kedves hölgyeim és uraim! Bizonyára értesültek már róla, hogy a budapesti vízvilágtalálkozó október 8-a és 11-e között kerül megrendezésre. Magyarország kormánya az ENSZ szervezeteivel, a vízvilág tanácsával együttműködve szervez egy konferenciát, és ez a konferencia azzal a szándékkal indul, hogy a nemzetközi és hazai résztvevők értékeljék, összegezzék a vízzel kapcsolatos eddig kidolgozott fenntartható fejlesztési célokat, és próbál a konferencia iránymutatást adni a jövőbeli munkához. A budapesti vízvilágtalálkozóhoz kapcsolódóan pedig több kulturális programot is szervezünk. A kulturális programokat támogatja a Külügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Összesen 25 millió forintos támogatással valósulnak meg ezek a rendezvények. Közöttük két fotós esemény és két filmes esemény. A tájékoztatón kedves kollégáim majd ezekről még nálam is részletesebben informálják Önöket. A fotós programoknak a gazdája a mai Manó Ház, a Magyar Fotográfusok Ház, a Nonprofit Kft. Nagyon fontos az, hogy aktív programokat szervezünk ebben a témakörben, mert persze van egy fotókiállítás, van filmfesztivál, mindjárt néhány szót arról is, de mind a két esetben olyan pályázat is működik, zajlik, amiben bevonjuk a résztvevőket. A mai Manóház hirdetett egy olyan pályázatot, ahol a fiatal, illetve amatőr fotósok jelentkezhettek olyan képekkel, amelyet 2000 óta készítettek. Tehát nem idei, de 2000 előtt, vagy 2000 után készült képekkel. És érdekes módon 2000 pályamunka érkezett, és ebből ezt kiválasztva, ebből egy 10 pályamunkát bemutatva láthatnak majd anyagot, kiállítást a mai Manóházban. Szóval nagyon-nagyon sok embert megszólító programot próbáltunk indítani, és a filmes területen is van egy hasonló program, persze van egy filmfesztivál, lesz egy filmfesztivál, ez az Éltető Víz filmszemle, ezt az anyagot mindnyájan megkapták, láthatják azt, hogy milyen gazdag programot kínálunk, és azt is láthatják az anyagból, illetve hát most elmondjuk, hogy ezt a Tiszamozi Kft. Szervezi az egész programot, az államtitkárságunk velük, őket bízta meg ezzel a munkával, és 28 magyar és külföldi filmet vetítünk le, itt az ország, mondjuk csak azt, hogy egyik legszebb filmszínházában, de szerintem az ország legszebb filmszínházában. Üdvözöljük igazgatóasszonyt. És a vetítések mellett szakmai és tudományos programokat is szervezünk, azok is várják a kedves érdeklődőket. Na és a fesztivál mellett, egyébként itt az Uránia három termében zajlik párhuzamosan a program. Szóval a fesztivál filmvetítések mellett egy egynapos, illetve 25 órás programra is sor kerül, ez a Cinemart Filmfesztivál nevű másik program, amely arról szól, hogy csoportok jelentkezhetnek, nevezhetnek, az előnevezések már lezárultak, és az a feladat, hogy ide jönnek az Urániába, akkor itt addig nem megkapják azt a 4-5 mutatót, amit kötelező lesz egy általuk készítendő filmben szerepeltetni, és 25 órát kapnak arra, hogy bármilyen technikával, a legprofibb, vagy éppen csak a legegyszerűbb mobiltelefonos kamerával elkészítsenek egy filmet, amiben ezek a hívószavak, vagy azok a jelenetsorok, vagy azok a témák, amit itt megkapnak, az szerepel. Hát tulajdonképpen ez egy filmes játék is lesz, de biztos vagyok abban is, hogy
hogy a kötelező elemek között szerepelni fog majd a vízre, a víz fontosságára utaló néhány dolog. Ezt bizonyára kitalálta minden jelentkező már előre, mivel a víz, az érthető vízfilmszemle mellett, illetve hát a budapesti világtalálkozóhoz kapcsolódik az egész rendezvény. 4 perces filmet kell készítenie egyébként ezeknek a csapatoknak, és utána egy zsűri értékeli ezeket a műveket, és az elkészült alkotásokat pedig az értető vízfilmszemle zárónapján mutatjuk majd be. A filmszemle az egyébként 3-án kezdődik, ez csütörtök este, és 6-án zárul, azt nem tudom most, hogy milyen nap, valószínűleg vasárnap. Igyekeztünk a budapesti budapesti vízvilág találkozó szellemiségéhez jól illeszkedő programokat szervezni, majd ki fog derülni, hogy ez hogy sikerült. Minden esetre nagyon reménykeltő és izgalmas hét lesz ez véleményem szerint. Mondják el ezt önök másoknak, ha tudnak, pedig jöjjenek el. Köszönöm a figyelmüket.